Emelje fel a kezét, aki szeret focizni. A gyerekek felsorakoztak az ovi focihoz, már izgatottan várták a kezdést. Az FC 60 a Bozsik intézményi program keretében neveli a sport szeretetére a gyerekeket. Összesen 200 ovis érkezett a népkerti sporttelepre, a városból 5, Boldogról pedig további egy óvodából. Pontosan 200 gyerek futkározik itt a műfüves pályánkon. Hát azért épült ez a létesítmény, hogy így betöltsék ezek a gyerekek. A célunk az, hogy az ovi focival ebben az évben és ebben a bajnoki esztendővel is foglalkozzunk úgy, ahogy az elmúlt 3 évben. És most az első állomás, ez a szeptemberi első állomás, ahol ugye az őszi rendezvényünket most megkezdtük. Hozzátette, a program folytatódik, egyre több helyre ellátogatnak, így minél több körben tudják terjeszteni a sportélményt. Szinyei András alpolgármester megkért mindenkit a rendezvényen, küzdjön tehetsége és lelkiismerete szerint, és főként élvezze a foci minden pillanatát. Egy órán keresztül váltakoztak a programok, volt itt labdavezetés, ügyességi játék, cselezés és mindent eldöntő meccsek is, ahol kiderült, kik a legjobb gólrúgók. És a gólokat is lőttem, 5 gólt lőttem. Nem csak a fiúk, a lányok is jól szerepeltek a sporteseményen. A gólrúgás rejtelmeit mindannyian másképp foglalták szavakba. Ha kijön valakitől a labda, akkor én a lábbal megfogom, és belúgom a gólt. Kintről behozzuk a labdát, bepasszoljuk a társunknak, aztán belövi. A program végén csokoládéval jutalmazták a résztvevőket.